I got lost in the grocery store and couldn't. Ő nem Joe Biden, és nem Donald Trump. I am not Morgan Freeman. Ő nem Morgan Freeman. Zelenszkij sem szólította fel az ukrán hadsereget megadásra. Ezek deepfake videók, azaz mélytanulásos algoritmusok segítségével készült hamisítványok. Szerintem az európai politikusok és jogalkotók most úgy érzik, hogy elnézést, hogy ilyen radikális kifejezést fogok használni, hogy letolt nadrággal állunk a vérzivatarban, és nincs igazán eszközünk, se regulatív, se technológiai, amire biztosan azt tudjuk mondani, hogy nem fog visszahozhatatlan, helyrehozhatatlan károkat okozni a politikai választási folyamatokban. 2024-ben 4 milliárd ember vehet részt valamilyen demokratikus választáson. Szavaznak majd Indiában, az Egyesült Államokban, az EU-ban és Magyarországon is. A szakértők szerint a demokratikus folyamatokra nagy veszélyt jelent a mesterséges intelligencián alapuló kép- és hangmanipulációs programok hihetetlen sebességű fejlődése. Dr. Tiles György segített kidolgozni az Egyesült Államokban egy mesterséges intelligencia törvényt, amely arra kötelezné a nagy közösségi média platformokat, hogy egyértelműen jelöljék az AI-vel készített tartalmakat. Erre az EU is nagy hangsúlyt fektet most. Az Európai Bizottság április elejéig adott határidőt a nagy tech cégeknek, hogy dolgozzanak ki technikai megoldásokat a deepfake tartalmak megjelölésére. Én nem hiszek abba, hogy a jelen pillanatban valami 100%-os biztonságú technológiai megoldás létezne. Az elmúlt hónapok pont erről szóltak, hogy bármivel előjöttek a nagy platformok, 2 perc alatt szedték széjjel hackerek, etikus és nem etikus hackerek és kutatók ezeket a megoldásokat. Tehát ez most egy nagyon markáns probléma lesz. Egyébként a hozzánk közel lévő Szlovákiában is volt már arra példa, hogy egy köztársasági elnök jelölt kampányát erőteljesen befolyásolt egy audio deepfake, amit róla csináltak, amiben azt mondja, hogy ő választási kenőpénzeket fogadna el. Nem tudták megmérni ennek a pontos hatását, de mindenképpen komoly hatása van. A teraz máme lepší budget, aj hlasy z osád a ľudí vo volebných miestnostiach. And it is adopted. Congratulations. Az EU jogi úton is próbál védekezni az AI technológiák rossz hiszemű felhasználása ellen. Az Európai Unió március végén fogadta el azt a jogszabályt, ami a világon elsőként próbálja átfogóan szabályozni a mesterséges intelligencia felhasználását. Ez nyilvánvalóan egy olyan szabály, amit aztán a tagállamoknak át kell ültetniük a saját szabályozásunkba. Ebből következik, hogy célzottan Magyarországon ez ügyben még nem volt jogalkotás. Olyan törvény viszont van, amely tiltja a becsület csorbítására alkalmas hamis kép- és hangfelvétel készítését. Ez egy 2013-as bajai kamu videós eset után került a BTK-ba. Ez azért érdekes, mert 2 elem szerepel benne. Az egyik ugye, hogy maga a felvétel hamis, a másik pedig, hogy alkalmas a becsület csorbítására. Tehát mindenképpen kell, hogy legyen valamilyen sérelem a hamisítás nyomán, ami előáll, és egyébként ne csak a büntetőjogi eszközökre beszéljünk, ott van a polgári jog eszköztára is, ami pedig a jó hírnév megsértése, illetve a becsület megsértése esetén ugyanúgy alkalmazható. A választási eljárási jogon belül valójában már a választás eredményének megállapítása előtt is fel lehet lépni. Tehát egy jelöltnek nem kell feltétlenül bizonyítania, hogy azért vesztett egy választáson, mert hamis videókat közöltek róla. Azt viszont igen, hogy ezek által valamilyen sérelem érte. De az okozható kár jóval nagyobb ennél. Ne feledjük, hogy ezeknek a visszaéléseknek a kárvallottja látszólag a jelölt, de valójában a politikai közösség, valóban a választópolgárok, akik félre vannak vezetve. This is a fantastic. This is a fantastic. A hangmanipuláló algoritmusok még előre haladottabb állapotban vannak, mint a videós algoritmusok. 3 másodperc kell tőled vagy tőlem, hogy egy meggyőző audio deepfake-et tudjanak csinálni a hangunkból. 3 másodperc kell tőled vagy tőlem, hogy egy meggyőző audio deepfake-et tudjanak csinálni a hangunkból. Tiles György azt mondja, a deepfake-ek ellen nem lehet hatékonyan védekezni erre írt algoritmusokkal, mert nagyon hamar elavulnak. Ez annak ellenére így van, hogy a nagy tech cégek óriási összegeket költenek erre. Egyelőre viszont az általuk kínált megoldásokat rövid időn belül kicselezik a hackerek. Feel free to use Donald Trump's voice to generate whatever you want. Egy nukleáris csapást akarsz összehasonlítani a 100 éves háborúval. Tehát a jó aktorok a jelen pillanatban hátrányban vannak, ez bizonyos, ami nem azt jelenti, hogy vesző van a csata, egyre jobban koncentrálódnak erre az erőforrások, de
százszerzalékos biztonságú megoldás nincs, ami azt jelenti, hogy tényleg arra tudunk csak bazírozni, hogy a polgároknak igenis arra van szüksége és igénye, hogy az ő agyukat ne megfertőzzék, hanem informálják, és közösségek nélkül, jól gondolkodó, tisztán gondolkodó, kritikus gondolkodású közösségek nélkül egyébként se lehetne demokrácia, akkor az egészet el kellene tudnunk felejteni. A szakértő szerint ettől még fel kell venni a harcot, csak nem technikai, hanem szabályozási eszközökkel, a hamisítványokat terjesztő profilokat például viszonylag jól ki lehet szűrni. Döbrentei Dániel szerint a politikai tartalmak mesterséges intelligenciával történő előállítása abszolút része kell, hogy legyen a szólás és véleménynyilvánítás szabadságának, de az összeütköző alapjogok esetében egyensúlyt kell találni. Természetes, hogy annak korlátot kell szabni, hogy a kampányok másról se szóljanak, mint arról, hogy különféle mesterséges intelligencia által előállított deepfake videókkal lőnek egymásra a jelöltek. Viszont arra is nagyon figyelni kell, hogy a teljes állami erőszakkal történő tiltás az nem lehet egy út. Mégpedig azért nem, mert nem az eszközt kell tiltani, hanem a felhasználás, a rossz hiszemű felhasználáshoz kell jogkövetkezményeket rendelni. Is there any question? Are you a Jedi? A szakértők szerint nem reális, hogy eltűnjenek ezek a tartalmak, vagy meg se jelenjenek. A választási kampányokban a lejárató szándékú felhasználást kellene hatékonyan szankcionálni.